Nagyon jó programokkal várunk mindenkit a mai hétvégében. Szép estét kívánok mindenkinek. Június 13-a van és péntek. A drága kollégáim voltak olyan kedvesek, és kigyűjtöttek néhány információt, amit most meg is osztok önökkel. A néphiedelem szerint szerencsétlen nap a mai, péntek 13-a. A félelmek gyökere bibliai és történelmi eredetű egyaránt. Krisztust nagypénteken feszítették meg, Júdás az utolsó vacsorán 13-ként ült asztalhoz, a templomos lovagokat pedig péntek 13-án végezték ki. A mai péntek 13 még abban is különleges, hogy teli hold van, és egy úgynevezett 10 milliószoros nap. Ez azt jelenti, hogy bármi, amit szeretnénk, hogy sikerüljön, az ma 10 milliószor nagyobb eséllyel kezdődhet el, úgyhogy érdemes pozitív, boldog, szerencsés dolgokra gondolni, mint például azt, hogyha az adás végén szerencsések, már pedig miért ne lennének azok, akkor akár nyerhetnek is. Ehhez mindössze SMS-t kell küldeniük a 0620-2020-800-as számunkra. Írják meg, hogy miért szeretik a műsort, kiket várnának ide vendégnek, vagy éppen mit terveznek a hétvégére. Ajándékaink is vannak, ezeket mutatjuk önöknek. Családi élmény belépő a Szent Gotthard Spa és Wellness fürdőbe. Egy darab páros belépő a Kőszegi Várszínház Nézőművészeti Főiskola című előadására június 18-ára. Egy darab páros belépő a Kőszegi Várszínházban Gergye Krisztián társulatának kortárs táncestjére június 22-ére. 1000 forintos vásárlási utalvány a Hófehérke divatáru üzlet felajánlásából. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban legkedvesebb kőszegi vendégeinket, Póca Zoltánt és Gerencsér Ildikót. Köszönöm szépen, hogy befáradtatok hozzánk, és elhoztátok ezt a kis füzetecskét is, amiből ugye informálódhatnak azok, akik a Várszínházba szeretnének menni. Hát szinte még a felsorolás is hosszú lenne, hogyha én azt kérném tőletek, hogy most nézzük át, hogy mi mindenre várjátok az érdeklődőket. Én azt szeretném, hogy első körben azt a három saját bemutatót emeljük ki, ami azért szerintem óriási dolog, hogy ezt tudjátok produkálni 2014-ben. Köszönjük szépen. Hát a bemutatók sorát minden évben 2009 óta bábszínházi közös bemutatóval szoktuk nyitni. Most egy kicsit későbbre került a bemutató, de a mi lelkünkben azért ez egyfajta felvezetése az évadnak, úgyhogy a Mesebolt Bábszínházzal, a Szombathelyi Mesebolt Bábszínházzal működünk együtt a Csodalámpa című darab bemutatásán. Szálinger Balázs szerkesztette össze ezt bábszínházi előadássá, hiszen azért ez az Aladdin és a Csodalámpa története egy kicsit mai környezetben, mai mondani valóba helyezve, és ami a legfontosabb az, hogy együttműködünk. Én azt hiszem, mindig nagyon fontos, hogy új produkciók szülessenek, amik aztán bejárhatják a világot, hiszen a tavaly év együttműködésében megszületett Baltazár Espinosa darab, ami azóta bejárta Közép-Európát és kiváló díjakat nyert különböző fesztiválokon is, egy közös produkcióként jött létre, egyébként az Utca Színházkor látható is lesz Kőszegen nem sokára. Emellett nagyon fontos természetesen a saját nagy színházi bemutatunk. Idei évben is Shakespeare darabot mutatunk be, a Shakespeare évforduló okán is a Vízkeresztet, Nádasdi fordításban, tehát Vízkereszt vagy Bánom is én címmel. Ez Domenák István rendezésében sok ismert és egy-két új arccal, mondjuk Hámori Gabit még nem láthattuk a Kőszegi Várszínházban, ő például új lesz, és remélem, hogy sokan el fognak jönni miatt a színházba. És hát a harmadik önálló bemutatónk az pedig egy opera lesz, egy opera bemutató, egy ostrom opera bemutatója, amely az 1532. évi ostromra emlékezik. Két kőszegi alkotó, Szilágyi Miklós és Horváth György Tibor szerezték ezt a művet, és ráadásul a tavalyi évben a Miskolci Opera Fesztiválon, mint pályázó mű bemutatásra is került egy rövidített változata, úgyhogy mi szeretnénk ezt most ősbemutatóként színpadra vinni, nagyon-nagyon sok szombathelyi és környékbeli szereplővel, hiszen a kórus tagjai között, a zenészek között nagyon sok
helybeli lesz, úgyhogy abszolút helybeli operának örülhetünk, természetesen a szólisták nem. És hát ami nagyon fontos ebben, hogy csata jelenet is lesz benne, úgyhogy a helyi hagyományőrzők is részt vehetnek a dologban, hiszen az Ostrom opera mi másról szólhatna, mint az Ostromról, természetesen kis szerelemmel fűszerezve. Hát mi más. Említetted, Zoli, az utcaszínházat, Ildikó, hogy hozzád fordulok, június 14-15, ez a két nap, ami azért kiemelt jelentőségű, és remélhetőleg az időjárás is velünk lesz. Így van, én gondoltam ma rá, hogy jó legyen az időjárás, úgyhogy ez így is lesz, 1 millió szorosan. Egy kicsit enyhébb, vagy 10 millió, mindegy. Valóban egy kicsit enyhébb lesz az időjárás, de nem baj, mert itt sokkal többen fognak eljönni a kőszegi főtérre, hiszen tulajdonképpen ez a kezdése a színházi szezonnak. Volt ugyan már csecsemőszínházunk, de mégis erre datáljuk. Tehát szombaton lesz 6 órakor a Kisgömbölc, Marica báb színházának az előadásában. Egyébként Tárnok Maricát láthatták már a kőszegi várszínházba járók, hiszen ő tagja a Gergye Krisztián társulatnak is, de ő bábművész, és egy nagyon-nagyon klassz előadást fog hozni, bevonja a gyerekeket, felnőtteket, és ahogy Zoltán említette már, 8 órakor valóban lesz a passió játék a tér másik felében, a Jézus szíve templom előtt. Autentikus helyszín. Így van, tehát mindenképpen szerettünk volna hozzájárulni a helyszínnel is, nagyon-nagyon szép előadás, és remélem, hogy nagyon sokan lesznek, és nagyon sokan eljönnek, akik még nem látták, hiszen ingyenes, és én azt gondolom, ezt meg kell nézni, tényleg nagyon-nagyon szép. Másnap szintén a Marica bábszínházától láthatunk egy előadást, a Nomegál csak kancsil. Újra felhasznált anyagokból, tehát újra hasznosított anyagokból lesznek a szereplők és a díszlet. Ezzel egy kicsit a környezettudatos szemléletet is. Így van, ráirányítjuk a figyelmet erre, és persze nem maradhat el az utcaszínház tüzezés nélkül, és ezért a kőszegi Bejó táncegyüttes lányait fogjuk láthatni majd este. Hámori Gabriella színművésznőt említetted, viszont a kőszegi várszínház egyik titka, talán anélkül, hogy szeretném megfejteni a sikert, a visszatérő nagy nevek, a visszatérő nagy színészek, akik, ha ide a stúdióba is jönnek, úgy nyilatkoznak rólad, rólatok, az egész városról, hogy Kőszegre szinte már hazajárnak. Idén kik lesznek azok, akik újra élvezhetik a kőszegi vendégszeretetet? Hát sokan lesznek, hiszen tulajdonképpen a stáb, a kiszolgáló stáb nagy része az szinte változatlan, de mondhatom a zenekart is, hiszen Némedi Árpád vezetésével tulajdonképpen a Kaposvári Színház és környékéről összeálló csapat ugyanaz lesz, akik folyamatosan a színpadon lesznek a Shakespeare darab alatt és muzsikálnak. Hát természetesen visszatérő játék, mondjuk Epres Attila, nem véletlenül mondtam a játékost, hiszen ő majd bűvész mutatványokkal is át fogja kápráztatni a kedves vendégeket, hiszen a Vízkeresztben ő neki ilyen szerepe is lesz majd, de itt lesz Gazsó György, akit már régóta láthatunk Kőszegen, vagy itt lesz Kovács Zsolt, meg ne tudja, itt szombaton a múltkor találkoztunk. Kovács Zsolt, aki én azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, egy olyan figura, aki minden évben teljesen mást hoz egyébként, de tulajdonképpen egy kis új mozdulatával az őrületbe tudja kergetni a közönséget. Hát sajnos a hölgyek közül kevés újrázót tudunk hívni, hiszen hát elviszik a lányainkat. Annyira népszerűek a különböző filmekben és egyéb helyeken, hogy hát sajnos a lányainkat azért elviszik. De hát szerencsére a régi jó stábtagok közül sokan lesznek. Amiben talán az a legfontosabb, hogy családként itt vannak. Azért ha valaki belegondol, hogy hétfőn olvasópróba, tehát június 16-án, a bemutató július 10-én lesz. Tehát tulajdonképpen egy hónapot itt töltenek nálunk. Ez azt jelenti, hogy nálunk laknak minden szempontból. Tehát ez azt jelenti, hogy reggel, amikor föl kell, akkor a bérelt vagy kölcsönkért bicajára fölpattanva jár egyet a városban, napközben a becsületkasszából vesz egy zacskó cseresznyét, már a kávéházban megismerik, ha jön, és egy hollósi kávét kér, hosszú kávét tejjel, két cukorral,
Tehát, hogy ezek, és ezekre vágynak ezek az emberek, akik általában nagyvárosban, Budapesten játszanak, és olyan helyeken, ahol nem nagy kunszt, hogy ők feltűnnek Kőszegen, az egy jelenség, hogyha egy színész feltűnik, figyelnek rá, kedvesek hozzá. És Kőszegen meg is becsülik őket, mert lehet, hogy Budapesten felismerik, de mondjuk nemhogy dicséretet, akár bántást is kaphat, vagy kikezdik, mert azért ez is nyilván előfordulhat, még a vendégszerető kőszegiek esetlegesen kihozzák azt az acskó cseresznyét, és jó szívvel odaadják a művésznőnek, művész úrnak, mert én erre is hallottam már ez példát. Így, ez így van, de van ennek már zavarba ejtő szeretett forrása is, hiszen a Hollósi Fricire csak mindig valahogy hozzá jutunk vissza, mondta, hogy hú, Zolikám, kézzel nem csomagoltam bugyit címmel, ő elindult, hogy vásárol, és hát lement az első kőszegi rövidáru üzletbe, hogy hát, és akkor művész úr, hát hogy tetszik lenne? Nem tudtam azt mondani neki, hogy kellene ekkora bolyogon hány, de bemegyek a másikba. Ott már is, szervusz Fricikém, mi a helyzet? Ja, francia csodába eljövök Szombathelyre, itt jön. Na hát ezt végigjárta, és azt mondta, Zolikám, hoznál nekem 3 darab X-et? Mert hogy már, tehát hogy tényleg ennyire odafigyelnek rájuk, és nem is tudják ők magukról, hogy igen, ha végigmennek az utcán, vagy bemennek valahova, igenis várják őket, figyelik őket szeretettel, mert én azt hiszem, és ez nagyon fontos, hogy Kőszeg akkora, hogy ez ügy. Tehát ha megjelenik nálunk 30 stábtag, zenészek, énekesek, azok a boltba mennek, a biciklit vesznek, élnek, nem tudom én, és ez nagy dolog. És én azt hiszem, hogy ez a fajta szeretet az, ami őket élteti, meg hát talán nálunk is egy kicsit otthonra lelnek, hiszen reggel, ha jönnek be, akkor mi visszük autószerelőhöz a kocsijukat, vagy mi szerzünk egy másik mosógépet, vagy a gyereknek hirtelen az okmányirodából valamit el kell intézni, vagy akkor elugrunk az orvoshoz, mert kifogyott a gyógyszer, tehát ez a fajta élet azért a mindennapokban én azt hiszem igazán stábbá tudja kovácsolni az egész csapatot, és ez a lényeg, egy alkotói stáb. Mondtad, hogy az, hogy megjelennek a művészek, ez ügy, és ami talán még ennél is fontosabb, hogy milyen jó ügy, és hogy erről beszélünk, a pozitív dolgokról. Ezen a mai napon, amikor 10 milliószorosan számít minden, úgyhogy én 10 milliószorosan kívánok nektek nagyon-nagyon sikeres nyarat, olyan előadásokat, amilyet elképzeltek magatoknak, és várunk vissza a benneteket művészekkel kiegészülve. Köszönjük szépen! Én köszönöm, hogy itt voltatok. A folytatásban pedig nézzünk körül egy kicsikét a Hermann iskola házatáján, mert hogy a végzős virágkötő tanulók az esküvő témakörben kellett, hogy készítsenek különböző virágos kiegészítőket. Előtte azonban felelevenítjük, hogy mik az ajándékaink, hogyha SMS küldenek, miket nyerhetnek. Családi élménybelépő a Szent Gotthard Spa és Wellness fürdőbe. Egy darab páros belépő a Kőszegi Várszínház Nézőművészeti Főiskola című előadására június 18-ára. Egy darab páros belépő a Kőszegi Várszínházban Gergye Krisztián társulatának kortárs táncestjére június 22-ére. 1000 forintos vásárlási utalvány a Hófehérke divatáru üzlet felajánlásából.
Egy újabb programot szeretnénk az önök szíves figyelmébe ajánlani, méghozzá új kis barátommal, ezzel a kis plüss malackával. Remélem kitalálták, hogy a Pusztacsói Malac Fesztivál programját ismerhetik meg, hiszen itt van Kollarics Kornél és Szárnyas János, mindkettőtöket szeretettel köszöntelek. És mielőtt rátérünk a programokra, itt azért gyorsan szerintem áruljuk el a kedves nézőknek, hogy nem csak ketten jöttetek, hanem, ahogy tavaly is, hoztatok a plüss cocán kívül egy igazi élő malacot itt a Szombathelyi Televízió Hétvége című műsorában, a stúdióban újra egy élő malac. Láthatják is a kedves nézők itt a kis faketrecben. Mit tudhatunk az állatról? Hány kiló, milyen nemű? Hát ő egy, én is sok szeretettel köszöntöm a TV nézőit. Ő egy kislány nemű malac, és egy a 30 kiló körülbelül a súlya. No, ezt azért is kérdeztem egyébként az információt, mert hogy a kedves nézőknek feladata lesz, mert hogy a Pusztacsói Malac Fesztiválon a Szombathelyi Média Központ is képviselteti magát, tehát ez a malac jelenleg a Szombathelyi Média Központ malaca. De névtelen, úgyhogy a 0620-2020-800-as SMS számunkra szeretnénk kérni névajánlatokat, hogy a 30 kilós leányzót hogy kereszteljük el, és hogy szólítsuk őt. Úgyhogy én nem mondom, hogy a leggyorsabb, nem mondom, hogy a legvittesebb, majd a műsor végén, vagy a beszélgetés végén eldöntjük így közösen, hogy ki lesz a sikeres keresztanya vagy keresztapa, úgyhogy a Szombathelyi Média Központ cocájának néhány percen belül lesz neve. Ugye ezt megígérhetjük, így uraim? Van. Na térjünk rá erre az igazán érdekes programra. Tavaly, amikor itt voltatok, akkor ugye az egyik legérdekesebb programnak tűnt a Malac Szépségverseny. Lesz-e idén? Én is nagy szeretettel köszöntöm a nézőket. Igen, lesz. Egy kicsit megreformáltuk, mert tavaly nehezebben kezeltük a malacokat abban a kis ketrecben, ahol kiraktuk. Úgyhogy az idén úgy fogjuk ezt végigvinni, hogy a Szombathelyi TV-s feldíszít egy malacot, felvisszük a színpadra. Az előbb itt a Póta Zoltán volt, ő ugyanúgy ott lesz nekünk moderátor, és ő segítségével minden egyes malac szépséget bemutatnak a tulajdonosok, vagyis hát nem majdani tulajdonosok esetleg, akik feldíszítették, és egy taps szerint kap majd pontot, illetve ugyanúgy lehet szavazni is a legszebb malacra. Tavaly nagy siker volt, emlékszem rá, hogy az a kislány, aki igazából megnyerte a tombolán a malacot, az megkapta azt a plusz bábút, ami most a te kezedben is van, vagy volt, és egész este, éjszaka az ölébe hordozgattam a malacot. Nagyon-nagyon boldog volt. Na, hát én ezt nem tudom megígérni, hogy egész este velem lesz, már csak azért sem, mert hogy a tiétek. Mint ahogy a program ötlete is bevált tavaly, én úgy gondolom, hogy nagy volt az érdeklődés, nagyon sokan mentek, idén változtattatok-e valamit a tavalyihoz képest, vagy mire lehet számítani? Igazából a program ugyanúgy megmaradt, tehát pénteken kezdődik. Annyi, hogy pénteken ugye tavaly is volt sztárvendég, az idei évben egy picit visszavettünk ebből, mert azt tudni kell, hogy egy pici faluról beszélünk, és olyan 20 önkéntes segítségünk van, akik a lebonyolításban, a szervezésben, mindenben segítenek nekünk, és a szombat estére nagyon elfáradt az a 20 ember, ezért azt egy picit leszűkítettük a pénteket, és a szombati napra próbáljuk oda tenni magunkat. A szombati nap az ugyanúgy 11 óra körül kezdődik a program. Kőszegi fúvósok, bejótáns csoport, Zalaegerszegről az Orfeum vándorszínpad, és 16:30-kor van egy nagyon szeretettel várt együttes, az Alma együttes. Hát azt gondolom, hogy a kisgyerekes családoknak nem is kell mást mondani, csak ennyit, aztán ott topzódnak az színpad környékén, mert hogy a gyerekeket egy, másfél-két órára tuti, hogy ott lehet hagyni, mert hogy ámulnak és bámulnak, úgy szeretik az együttest. Nyilván ez volt a cél. Kicsit felszabadítani a szülőket, anyuka, apuka tud kóstolni, a gyerek meghallgatja a koncertet. Igen, így gondoltuk mi is, tehát ez miatt lett ez az Alma együttes oda berakva, hogy anyuka, apuka nyugodtan elengedheti ott a Pusztacsó központjában a gyerkőcöt, ugrálóvártól kezdve minden várja ingyenesen, és nem kell félni, hogy kifut a gyerek az útra, mert ez egy olyan lezárt terület, hogy apuka nyugodtan kóstolhat, a gyerkőc pedig el van. Pusztacsón kívül azért sok-sok területről érkeznek érdeklődők, Szombathelyről is sokan mentek a tavalyira. Esetleg a közlekedésben mit tudtok ajánlani, hol tegyék le az autót például? Ezek azért hasznos információk.
Szerintem ez elég jól ki van alakítva a Pusztacsóba. Általában az elmúlt években volt polgár, aki segítette, de úgy is lehet látni, hogy jönnek be az autók, hogy hol a vége már. Olyan 2 óra felé, 2-3 között kezd megtelni a falu, és akkor sajnos már kint meg kell állni a falu előtt, ott a temető környékén, ott is van egy parkolónk. Vagy én mindig azt szoktam mondani egyébként, hogy a tömegközlekedés a legjobb szerintem, és akkor azzal le tudják. De én Kornélba belefolytottam a szót, hogy Alma együttes, és az esti sztár vendéget pedig nem tudtad elmondani, pedig ő is egy nagy név. Igen, Kökény Attila koncert lesz, ez az esti 10 órás sztár vendégünk, még 18.30-kor van a Varnyú Country, tehát aki ismét egy olyan, aki itt a környéken azért sztárnak számít. Na és hát Malac Fesztivál, nyilván azért sokan érdeklődnek, hogy mit lehet kóstolni. Reményeink szerint finom malacot. A Kori említette, hogy 11 órától kezdődik, de valójában ez nem igaz, hanem reggel 6 órakor kezdődik, akkor már jönnek a malacok, 7 óra, 8 óra, akkor már sülnek a malacok. Mert és meg is lehet nézni ott egy klasszikus disznóölést? Nem. A malacok azok hétfői napban beleugranak a kádba, be lesznek pácolva, és egy hűtőkamrába várják meg a szombat reggeli indulást, amikor fel lesznek téve a nyásra. Ez itt ugye... talán azért, hát lehet nem minden illő szó, de emberibb. Mindenkinek, ugye? Hogy azért a malacnak sem mindegy, és ott azért a higiénés körülményeket is így tudjátok biztosítani. Így van, meg azért mi nem szeretnénk azt látni, hallani, hogy a malacot sírnak. Azért az egy nem annyira emberbarát, mi falusi gyerekek vagyunk, megszoktuk, de azt gondoljuk sokkal barátibb így, hogy már úgy jönnek oda, hogy készen vannak. Elő van készítve más ütésre. Egyébként nagyon örülök, hogy ezt így mondtad, mert én még kicsi lányként egyszer így eljutottam egy falusi csirkevágásra, vagy tyúk volt, vagy csirke végül is, teljesen mindegy, és szegény még azután, hogy elveszítette a fejét, ott még ugrált, ez egy maradandó élmény volt, és azóta is nagyon sajnálom, de akkor itt nálatok ilyen nem lesz. Nem lesz ilyen, de bebiztosítatom benneteket. No, akkor az időpont a biztonság kedvéért még egyszer. Június 20-a és 21-e, péntek, szombat. Mindenkit sok szeretettel várunk. Pusztacsónban találkozunk, és jó időt, sok érdeklődőt kívánok nektek, és hát sajnos akkor vissza kell adjam a kölcsönmalacot, de akkor ezt valaki meg is nyerheti majd. Így van, ezt valaki el fogja vinni haza. Legyen így, köszönöm szépen. Köszönöm. A folytatásban pedig egészen jófajta itókával folytatódik a hétvége. Akácvirágpárlat, borpárlat borókával és mentával, Mogyoró Pálinka. Többek között ilyen különlegességeket is neveztek a Vasmegyei Nyílt Pálinka és Párlat versenyre. Egy nagyon kellemes, nagyon finom, lágy pálinkáról beszéltünk. Én azt gondolom, hogy ez érmes fog lenni. 24 tagú neves szakemberekből álló zsűri minősíti a pálinkákat és párlatokat Szombathelyen a Vasmegyei Nyílt Pálinka és Párlat versenyen. Az italokat több szempont alapján vizsgálják. Egy kortyot le kell belőle nyelni mindenképpen, mert csak akkor tudjuk érezni teljes nyitottságában az ízeket és ezeket a retrográd visszatérő illatokat, ami szintén fontos a bírálatnál. A zsűri pontozza a termék külső megjelenését, illatát, ízét és harmóniáját. A bírálóknak fejenként több mint 50 mintát kellett minősíteni. A sorrendiség nagyon fontos. A gyümölcs jellege alapján csoportosítjuk először, mert vannak olyan gyümölcsök, amelyeknek jellegzetesebb az aromája, van amelyiknek könnyebb, lágyabb az aromája, például az alma termésűek. Ezekkel kezdjük mindig a minősítést. A csontélyosok már jellegzetesebbek, a szilva, az törköly, a szőlőpárlatok, ezek szintén, és azon kívül vannak a különlegességi keverékek, amiket külön minősítünk megint külön csoportosítással. Na most egyes fajtán belül is az alkoholtartalom függvényébe soroljuk, tehát az alacsonyabb alkoholtartalmukat minősítjük először, és aztán a magasabb alkoholtartalmukat. Nagyon nagy számú mintát kell most vizsgálni, egy-egy bíráló bizottságnak 52 mintát kell, és akkor még utána fogjuk majd a legjobbak közül a még jobbakat kiválasztani. Na most megvan annak a módja, hogy lehet ezt megcsinálni. Először is nagyon kis kortyot kell a szájunkba venni, de azt le kell nyelni, mert különben nem lehet a
az aromát, az ízharmóniát meghatározni. Sokszor az első lélegzetvétellel akkor érzünk különleges aromát, aroma összetevőket, aromakomponenseket, tehát mindenféleképpen le kell nyelni, de mondom, nagyon kis kortyot, azon kívül semlegesítő ételeket, sajtot, kiflit eszünk, meg iszunk vizet az ízeknek a semlegesítésére. Na és ez is gyakorlat kérdése. Birkás István Vas megye legnagyobb kereskedelmi főzdéjének tulajdonosaként nem csak zsűrizi a pálinkákat, hanem 21 termékét be is nevezte. Igyekszünk minden olyan rendezvényen, olyan versenyen megmeretteni magunkat, ahol számunkra azért fontos, mert minden verseny más és más, más bírálókból áll, és ettől egy átlagos, sokkal átlagosabb, átfogóbb képet fogunk kapni a termékeinkről. A versenyt 5. alkalommal rendezte meg a Vas megyei Pálinka Verseny Egyesület. Idén rekordszámú minta érkezett, nem csak Vas megyéből, a megmérettetés most arra nemzetközivé nőtte ki magát. 8 kategóriában 422 mintát neveztek, otthon, bér vagy kereskedelmi főzdében készült italokat minősített a zsűri. A Vas megyei Pálinka Verseny Egyesület 2010-től rendezi meg ezt a versenyt, azóta 6-szorosára nőtt a nevezett minták száma. Próbáljuk azt elérni vele, hogy minél jobb pálinkák legyenek, minél jobb pálinkát tudjanak fogyasztani a fogyasztók, és ezzel ösztökéljük a pálinka főzéseket is, hogy jobb termékeket állítsanak elő. Egy titokgazda van az egyesületen belül, aki az összes mintának tudja a gazdáját, és csak bizonyos sorszámok alapján vannak nyilvántartva a minták. Minden bírálóbizottság csak egy sorszámot tud, egy 100 fokot, illetve egy gyümölcs megnevezést ennyit tud a pálinkáról vagy a párlatról, és a végén, amikor megvannak az eredmények, akkor kerül világosságra, hogy van fényre, hogy az a bizonyos minta az kié. A kiírás szerint a történelmi Magyarország területén érett gyümölcsből készült pálinkával lehetett nevezni, párlat viszont érkezett Ausztriából és Németországból is. 121 nevező, 168 féle italt küldött a versenyre. A több mint 10 órán át tartó bírálattal kiválasztották a kategória győztes italokat, a legjobbak közül került ki 2014 bajnok pálinkája és párlata. Oda ítélték Vas megye legjobb pálinkája és párlata címet, és ez a kincs bekerült a Vám és Pénzügyőri Igazgatóság igazgatói vitrinébe is. A verseny eredményét a magán- és bérfőzetők esetében június 21-én Vönöckön, a Buti Pálinka Fesztiválon, a kereskedelmi főzdék kategóriájában pedig július 5-én a Birkás Pálinka Fesztiválon hirdetik ki. No kérem szépen, nem csak az eredmény hirdetése lesz ennek a bizonyos pálinka versenynek, hanem számtalan kiegészítő programja is, a 4. Buti Pálinka Fesztiválnak. Buti Mónikát köszöntöm a stúdióban, és azért áruljuk el a nézőknek, hogy a mi ismeretségünk az már ides soha nem mondjuk meg, hogy mennyire tekinthető vissza, úgyhogy most a régi gyerekkori sztorikat hagyjuk, és egy kicsit pálinkázunk már így felnőttként. Mesélj nekem arról, hogy a 4. alkalom most így azt gondolom, hogy szervezőként egyfajta kihívás, hogy túlszárnyalni az előző hármat, de aztán már a zsebetekben van annyi tapasztalat, hogy már tudtok jól csinálni. Mi lesz idén? Üdvözlöm a kedves nézőket. Valóban igyekszünk minden évben évről évre tökéletesíteni a rendezvényünket, illetve új programokat behozni, hogy ne váljon unalmassá, mindig legyen valami olyan újdonság, akár a fiataloknak, akár az idősebb korosztálynak, amiben tényleg megtalálhatja mindenki a számítását, és nem csalódik a rendezvényen. Valójában 4. alkalommal szervezzük, jövő hét szombaton 21-én kezdődik, illetve egy napos rendezvényről van szó, délelőtt 10 órakor lesz a megnyitó, vasárnap hajnali 4 órakor zár a rendezvény. Hát nagyon reméljük, hogy... Ez jelzésértékű a bulizóknak, hogy addig van. Lehet maradni, és akkor utána esetleg máshol folytathatják. Így van, nagyon reméljük, hogy kitartanak sokan a végéig. Nagyon-nagyon változatos, sokféle programot hozunk idén is. Minden évben az a cél, hogy valóban a legkisebb korosztály, a legfiatalabb korosztálytól, akár a legidősebb korosztályig mindenki megtalálja a maga kedvére való szórakozási lehetőséget. Délelőtt a megnyitót, a hivatalos megnyitót követően inkább hagyományőrző programok kerülnek sorra, illetve délben, minden évben
egy jó ebédhez szólanóta címmel próbálunk csak egy kis másik korosztályt céloz meg. Így van, egy kis hangulatkeltő cigányzenével kísért programot hozni. Idén fellép Bangó Margit, többek között, aki már hát egy óriási ismert és nagy név a szakmában, és nagyon-nagyon várjuk. Őt egyébként mennyire volt nehéz megnyerni, mert én azt hallottam, hogy ő nagyon szeret ilyen fesztiválokra menni, és amikor test közelben találkozhat a közönségével, akkor ő ott érzi igazán elemében magát. És talán én is egyszer találkoztam vele, és beszélgethettem vele. Én azt gondolom, hogy ez illik is az ő habitusához, mert olyan mindenkit úgy terelget, olyan tyúkanyó. Keblére ül el, így van, én is így gondolom. Édesanyám vette fel vele igazából a kapcsolatot, de elmondása szerint abszolút a közvetlenség jellemezte, és minden további nélkül nagyon sok szeretettel elvállalta a felkérésünket, úgyhogy hát nagyon-nagyon várjuk őt, és reméljük, hogy mindenki nagyon jól fogja érezni magát a fellépése, illetve az összes többi fellépő alatt. Ezt követően egyébként őt követően lesz az eredményhirdetés, a Pálinka verseny eredményhirdetése 4 órakor, illetőleg közötte még többféle programmal találkozhatnak, amit részletesen több médiában is már meghirdettünk. Este fellép sztárvendégként a Förkin együttes, majd őt követi a Lord zenekar, akik tavaly is nagy számú közönséget vonzottak be a rendezvényünkre. Tavaly már hát közel 4000 látogatónk volt, és hát fergeteges hangulat volt, reméljük, hogy ez idén is így lesz. Illetőleg őket követi még Rákóczi Feri rádiós műsorvezető Best of zenekara, azt követően pedig zárásképpen DJ Tom Simon fog zenélni a fiatalok számára. Amit a zenei paletta teljes egészét felvonultatjátok tényleg, tehát nem is, nincs is hiánya semminek, mert a rocktól a cigányzenén át, a kicsit house-osba átmenő diszkós DJ-ig, szinte tényleg minden van. Így van, igyekszünk. Valóban, ahogy elmondtam az elején is, hogy tényleg az a cél, hogy ne csak egy réteget találjunk meg, hanem tényleg mindenki lehetőség szerint jól tudja magát érezni, illetőleg nemrég pattant ki az isteni szikra a fejemből, hogy mivel most megkezdődött a VB, ezért most a VB meccseket is ki fogjuk vetíteni. Hát ez egy nagyon jó ötlet, futball... én azt gondolom, hogy most sok férfi szívéről legindultak, hogy nem kell választani, hogy Pálinka fesztiválra menjek, vagy a meccset nézzem otthon, hanem élvezheti együtt a kettőt. Így van, és amit még nagyon fontosnak tartok említeni, hogy valójában a kézműves kirakodóvásár a kézműves kirakodóvásár egész nap tart, az egész nap folyamán megtalálható, nagyon sokféle kézműves terméket meg tudnak találni a vásárlók, a látogatók. Ez is egy cél, hogy ezáltal támogassuk a helyi, illetve egy kicsit akár messzebbről érkező kézműveseket is. Ez majd többször el fog a nap folyamán is hangozni, bemutatják őket kihangosítás által, hogy valójában hallják is, és ne csak lássák a látogatók, hogy kik vesznek részt a nap folyamán. Illetőleg a tombola sorsolás kapcsán szeretném még azt elmondani, hogy egész nap vásárolhatók a tombolák, amelyből befolyt pénzösszeg, minden egyes forint jótékonysági célt szolgál a falu szegényeinek, illetve rosszabb sorsú családoknak, akiken mi mindig is törekedtünk arra, hogy segítsünk, és ezt azt gondolom, hogy fontos elmondani. Az biztos, hogy nem csak a vönöckiek örülnek ennek a kezdeményezésnek, hanem minden ilyen pozitív gondolat azért mindannyiunk szívében szerintem így örömöt szerez, és hát ha már egyszer Pálinka Fesztivál, akkor én nem engedhetlek el téged anélkül, hogy magáról, a nedűről ne beszéljünk. Milyen pálinkákat lehet majd kóstolni? Kizárólag saját pálinkáink lesznek a fesztiválon. Jelenleg mi 20 fajta termékkel rendelkezünk. Kizárólag tiszta pálinkáink, illetve párlataink vannak, viszont ezek között van hagyományos, klasszikus fajta, 7 fajta konkrétan, megtalálható 13 különlegesség, vadon termő ritkaság, amelyet szintén mindegyiket egytől egyig meg fogják tudni kóstolni a fesztiválon, és úgy gondolom, hogy érdemes is, hiszen most már
számos versenyen kaptunk elég, úgy gondolom, hogy tavaly kezdtük a kereskedelmi gyártást, ahhoz képest elég korán, hála Istennek kaptunk olyan elismerést, ami bizonyítja azt, hogy tényleg maximális minőségre törekszünk is. Na most én bevallom őszintén, hogy nem vagyok az a nagyon gyakorlott pálinka fogyasztó, tehát a klasszikus íznél én arra gondolok, hogy szilva, barack, körte. Na de mi számít különlegességnek? Különlegességnek például egyébként teljesen jól gondolod, így van, a klasszikusok körülbelül ezek a nem fajta. Azt mondtam, hogy nem ittem még soha, igen. Hanem gyakorolni nem szoktam olyan egy-kétszer gyakran. Egy-kétszer érdemes fogyasztani, igen. Különleges fajtának számít. Nálunk a kettő legritkább fajta, a galagonya, illetve a barkóca berkenye, de említhetném még a vadcseresznyét, vadszilvát, a birs, ami bár nem annyira ritka, de nálunk nincs, a környékünkön nincs sok birs, illetve a bodzát, a bodza bogyójából készített pálinkát, illetve van három párlatunk, ami a bodzavirág, az akácvirág és a sütőtök, amik szintén mivel, hogy ugye nem gyümölcsből készültek, ezért párlatnak kell, hogy nevezzük, de ugyanolyan hagyományos kisüsti lepárlással készítjük valamennyi termékünket. No, hát azt hiszem, hogy jövő szombaton azért lesz kedvünk Vönöckre utazni, és minden szervezőtől ilyenkor megkérdezem, mit ajánlasz, tömegközlekedés, vagy inkább személyautóval, szerinted mi a kényelmesebb? Valójában azt gondolom, hogy aki Celdömölkig el tud jutni, onnantól vagy akár a környékről érkezne, most indítunk idei évben ingyenes buszjáratokat Celdömölkről, a körülbelül 10 kilométeres körzetben a 5 falun keresztül, tehát a celdömölkiek és a környékbeliek busszal is ki tudnak hozzánk jönni, illetve hazafele is indítunk buszjáratokat, valamint én azt gondolom, hogy autóval nagyon egyszerűen megközelíthető, akár szombathelyi távlatból, vagy messzebbről is. Elég jók az utak, azt gondolom, hogy oda lehet érni szerencsésen, és illetve ott a helyszínen pedig egy egész nagy területet kialakítottunk parkolónak, amit egyébként már meg is jelentettünk egy-két helyen, lehet látni, hogy nyugodtan fel lehet jönni egészen a hosszú-hosszú úton a bejárati kapuig, érdemes is, mert sokkal közelebb lesznek a bejárathoz. Szuper, mindenről gondoskodtatok, akkor a kényelemről, az odaútról, visszaútról. Köszönöm még egyszer, jó időt, sok érdeklődőt és egy fergeteges bulit kívánok nagyon nektek szépen, jövő köszönöm. Szombatra. A kedves nézőknek pedig a figyelmébe szeretném ajánlani az e-heti szombathelyi hetet, a Szombathelyi Média Központ szerkesztősége által készített önkormányzati heti lapot. Ezzel a nagy lila hetessel keressék a postaládájukban Cseh Gábor kollégánk által készített fotóval a címlapon egy igazi strandi, jókedvű, mosolygós helyzetkép, egy jelenetet mutat be, úgyhogy remélem meg is jön majd a kedvük a strandoláshoz. Na és hát akkor nézzünk egy-két cikket is belőle. Cserkész történelem, esély és egyenlőség, változó parkolási rend, ezekről mind-mind olvashatnak tehát a Szombathelyi Hétben. És akkor a sorsolás előtt pedig egy jó hír, a 0620-227-4325-ös telefonszámról SMS-t küldő kedves nézőnknek. A Coca neve, kérem szépen, aki majd a Szombathelyi Média Központot képviseli a Pusztacsói Malac Fesztiválon, a Turcsi nevet kapta. Mindenkinek egyébként köszönjük, hogy SMS-t küldött. A névadó pedig a Szombathelyi Média Központ által felajánlott ajándéknak örülhet. Na de van még jó sok ajándékunk. Családi élmény belépő a Szent Gotthard Spa és Wellness fürdőbe. 20-5-90-18-30. Nagy szeretettel gratulálunk az SMS-ezőnek. Páros belépő a Kőszegi Várszínház Nézőművészeti Főiskola című előadására június 18-ára 75-101-97-09. Neki is jó szórakozást kívánunk. Szintén Kőszegre, Várszínházba, Gergye Krisztián társulatának kortárs tánc estére. Ez június 22-én lesz. 20-5-75-69-03. Jó szórakozást kívánunk, és még egy ajándék, a Hófehérke divatáru üzlet felajánlása, egy vásárlási utalvány 32-23-25-88.
neki is köszönjük, hogy írt üzenetet. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen szép a hétvégéjük, ne felejtsék, egészen éjfélig 10 milliószoros nap van, péntek 13 és teli hold, csak szépre, jóra és boldogságra kell gondolni, mert az minden beigazolódik és sikerül 10 milliószorosan. Nézzenek minket a folytatásban és viszontlátásra! A műsorvezetőt a Hófehérke divatüzlet öltözteti.